új helyzetbe került sok minden. Így az ügyintézés és a polgármesteri hivatalokban. Az e-ügyintézés szerepe is felértékelődött, és egyre többen jöttek rá ennek a kényelmes és környezetbarát megoldásnak előnyeire. Erről beszélgettünk Puskásné Szegi Petrával, a Bonyhádi Önkormányzat hivatal vezetőjével, a városi edzőjével. Mi viszonylag korán döntöttünk márciusban az ügyfélfogadási idő csökkentéséről, és az eddigi folyamatos nyitvatartás, ami hétfőtől péntekig 8 órában volt, kivéve az ebédszünetet vártuk az ügyfeleket, ez lecsökkent összesen 4 órára egy héten. Ezért voltak olyan feladatok, szerettük volna az ügyfelekkel tartani a kapcsolatot, de a kollégák, fontos volt, hogy a kollégák otthon is tudjanak dolgozni, hiszen nagyon sokunknak van kisgyermeke, de a feladatot ugyanúgy el kellett látni, az ügyfélkapura egyébként ugyanúgy érkeztek beadványok, ugyanúgy jöttek postai úton, és ebben a 4 órában is nagyon sok kérelem jött. De azt érzékeltük, hogy a kapcsolattartás már nem ugyanaz egyébként, mint ami a veszélyhelyzeti időszak előtt volt. Ez a helyzet, ez nagyon jó volt arra, hogy feltérképezzük azt, hogy az úgynevezett e-ügyintézésben hol is állunk, hol is tartunk. Az ügyfeleket már az első pillanattól arra kértük és buzdítottuk, hogy használják az ügyfélkapujukat, használják ezeket az úgynevezett e-ügyintézés vagy e-papír szolgáltatási felületeket. Ugye a cégek, egyéni vállalkozók mind kötelezve vannak már az e-papír szolgáltatás használatára. A magánszemélyek között ez ugyanakkor nem elterjedt. Olyan fejlesztés történt, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a magánszemélyek is gyorsan, az e-rendszer segítségével akár a karosszékükből intézzék ügyeiket. Ehhez elég néhány kattintás. Bármelyik böngésztőt megnyithatjuk, mert minden böngésztővel működik. Ugye nekem azért itt a népszerű oldalak látszanak, de akkor beírjuk a Bonyhádváros honlapjának a címét, ugye ez a www.bonyhad.hu. Rákattintunk, és van nekünk itt, hogyha legördítik, tényleg egyetlen gördítéssel, egy e-ügyintézés felület. Hogyha erre rákattintunk az e-ügyintézésre, itt két szolgáltatás közül tudunk választani, az e-papír szolgáltatása az egyéb kérelmeket kezeljük, az e-önkormányzati portálnál pedig arra az önkormányzatot tudjuk kiválasztani, ahol az ügyet szeretnénk intézni. Lehetőség van bejelentkezés nélküli és bejelentkezéssel történő, ügyfélkapunk keresztül történő ügyintézéshez. Az adóhoz minden esetben az ügyfélkapus bejelentkezést kell választani, ahol átirányítanak minket ugye ehhez az úgynevezett KAÜ-höz, ami a központi azonosítási ügynökség, ahol az ügyfélkapuba, én ugye már be is léptem az ügyfélkapuba. Kiválasztjuk ugye a települést, hogyha a települést azt kiválasztottuk, akkor egy egyszerű lekérdezéssel, ugye én beírom, hogy Bonyhád, úgy hozza az alternatívákat is egyértelműen. Rákattintunk a lekérdezés gombra, Bonyhádváros önkormányzata, itt ugye, aki itt fizeti be az adóját, azt alapértelmezetté tudjuk tenni. Kiválaszt, és már meg is jelentek, akinek ügye van iparűzési adó, például az az ügykövetésre mehet rá, aki az adó egyenlegét szeretné lekérdezni, ezen a fülön teheti meg, az adóbevallásról tudunk információt nyújtani, ugye akinek magánszemély és gépjármű adója van, megtalálja ezen a fülön. Ügyet lehet indítani, például bejelenti azt, hogy ingatlanát eladta, máshol vett ingatlant, ezen a fülön tudja megtenni. Illetőleg, amiről beszéltem, nem kell már elmennünk a postára, hanem adókat, díjakat és illetékeket be lehet itt is fizetni. Nagyon sokan vannak Bonyhádon, azt látjuk, akik elkezdtek kiskertekkel foglalkozni, nem égetik már a zöld hulladékot sem, kihasználják a zöld járatot, tehát környezettudatosabbak lettek az ügyfelek is. Az mind nekik környezettudatosság kényelem szempontjából nagyon jó, hogy kettő kattintással otthonról az interneten számítógép segítségével eljuthatnak addig, hogy a gépjárműadót befizette, a kommunális adót megfizette. Ha nem, akkor lehetőség nyílik, ugyanúgy, ahogy egy webshopban, vagy egy webáruházban, lehetőség nyílik arra, hogy ezt elektronikusan megtegye. Azt gondolom, hogy ez egy kényelmi és környezettudatos lépés az ő szempontjukból, ugyanakkor az ügyintézésben nekünk hatalmas,
hatalmas könnyebbség is, már nem kell akkor a papírt megfogni, a rendszerbe lekönyvelésre kerülnek ezek az összegek, követhető. A nap 24 órájában az ügyfél lekérdezheti azt, hogy hogy áll a gépjármű adó egyenlege, iparűzési adó egyenlege. De ez az e-papír szolgáltatás, illetőleg az e-önkormányzati portál, az ugyanúgy lehet, most nem a legnépszerűbbbe kezdem, birtokvédelmet indítani, mert a birtokvédelmi eljárás azért elég speciális, meg azt gondolom, hogy két embernek, ha nem tud megegyezni, akkor a hivatal iránymutatása alapján próbálunk nekik segíteni, de igen, az jutott először eszembe, birtokvédelmi eljárást lehet kezdeményezni, hatósági osztályon szinte már bármilyen kérelmet be lehet adni, tehát most már elkezdtük azt is egyébként ügyfélkapón keresztül szociális kérelmeket, temetési segély például, ezeket is ugyanúgy be lehet adni.